Agyzavaró bor félre előlem, életadó friss vízitalom. Tőle vidul a lankadozó test, tőle nyer éltet játszidalom. Míg sokat a bús pincehomályban vészteli kedv kapkarjaira, én leterülök szomjamat oltó hűs patak árnyas partjaira. A Lyukas Óra Klub interaktív versidéző, elemző műsor asztaltársaságát látta vendégül ismét a Vasari Galéria. Az irodalmi fejtörő játék a szép irodalom kevéssé ismert területeire, még felfedezésre váró írók és műveik világába kalauzolta el közönségét. Az egyéni elemzések, a sziporkázóan elmés gondolatcserék és viták ezúttal is az irodalmi kávéházak hangulatát idézték. A választott versek témája most a Folyók, tavak, tengerek az éltető víz című kiállításhoz kapcsolódóan a víz volt. A vendégeket arról is kérdeztük, hogy vajon mennyiben változtak az olvasói szokások. Az az idő, amikor az ember felszállt a villamosra, és minden második utasnál volt egy könyv, és azt kinyitott, ezek rendszerint nagyon jó könyvek voltak. Emlékszem rá, hogy a francia írók, akik idejöttek látogatóba, elámultak, hogy ennyien olvasnak. Na most ez a szokás egy kicsit megváltozott, megrodgyant mondjuk, és azt gondolom, hogy mindamellett mégis van egy kisebb csoportja az olvasóknak, különösen a versolvasókra gondolok most, akik azóta is olvasnak, és én ebbe az egy kérdésbe, nagyon sokban nem, de ebbe igen optimista vagyok, és azt gondolom, hogy el fog jönni az az idő, amikor az ifjúság megint rákap egy kicsit az olvasásra. Váradi Szabolcs Kossuth Díjas költő szerint nem biztos, hogy kevesebben olvasnak verset, sokkal inkább az olvasói szokások változtak meg. Megjelent ugye a színen az internet, tehát nagyon sok költő publikál különböző internetes fórumokon, és valószínűleg azt többen is olvassák, mint a verses köteteket. Az én időmben még 1000 példány alatt nem igen jelent meg könyv. Az én időmön értve a fiatalabb éveimet, tehát a 60-as, 70-es éveket. Manapság, hogyha 500 példányban megjelenik egy verses kötet, az már szinte magasnak példánynak számít. Sok ember hoz létre ilyen kis vers blokkokat, vers antológiákat, ahol a kedvenc verseit fölteszi elég nagy mennyiségben. Úgyhogy sokszor van az, hogy az ember, ha keres egy adott verset az interneten, akkor úgy találja meg, hogy valakinek a kis internetes magánkönyvtárában ott van a szöveg. Tehát ez azért jó dolog. Váradi Szabolcson és Lator Lászlón kívül Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író, Kőrizs Imre, Zelk Zoltán díjas költő, klasszika filológus, és Tóbiás Krisztián költő, a Tempevölgy folyóirat főszerkesztője volt a Lyukas Óra vendége.